tavaly 300 hektáron 300 hektárra kértek fajtaváltást vagy telepítési engedélyt csak az egri borvidéken, ezzel országosan a 22 borvidék között elsők vagyunk. Jelentősen nőtt a telepítési kedv a borvidéken, mondja Tarsó József hegybíró, hozzátéve, az eddigi 3000 tőke per hektárhoz képest lassan 4-5000-ről beszélhetünk. Kisebb lesz tehát a tőkénkénti terhelés, ami minőségemelkedést is hoz majd. A legtöbben hagyományos kárpát-medencei fajtákat, kékfrankost, házlevelűt, olasz rizlinget telepítenek, de népszerűek a világfajták a Merlot és a Cabernet Franc is. Nem csak a gazdák, a hegyközség is komoly munkában van. A külterületi utak szélén található fásszárú növényeket írtják. Ehhez erdészeti zúzógépre van szükség, a hagyományos kaszálással már nem érnének el eredményt. Részben azért, hogy ugye a növények, általános növényegészségügyi helyzetet javítsuk, illetve segítsük a gazdák munkáját. Másrészt azonban azért hozzá kell tenni, hogy most egy kicsit csúnyán néz ki egy zúzás után, de amikor ez kizöldül, akkor azért ugye a határképet sem csúfítják ezek a bokrok. A hegybíró elárulta, utoljára 2012-ben végeztek ilyen jellegű és ekkora volumenű munkát. A gép legalább 3 napig dolgozik a hegyközséghez tartozó 66 kilométeres külterületi úthálózat kétharmadán. Amint ezzel kész vannak, neki látnak a 44 kilométernyi földút gréderezésének. Az elmúlt év őszén és idén tavasszal ugyanis komoly mennyiségű csapadék hullott, de a munka nem állhatott meg, és ez azzal is járt, hogy mára a személyautóval nehezen közelíthető meg egy-egy dűlő.